A Naprendszer regionális rádió. Maralla. Csak nem a parallaxis. Hi, this is Chase Masterson from Star Trek Deep Space Nine. This is Parallaxish. Ez itt a Parallaxis. Öveket becsatolni, indulunk. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Sziasztok, ez itt a Parallaxis 29. adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, és így egy hónap kihagyás után visszatértem közétek. Sziasztok, srácok, szia Miklós, szia Csaba. Sziasztok! Szervusztok! Hiányoztam, fiúk. Hát elmondhatatlanul, mert kicsit nehézségekbe ütközött az adásnak az előállítása, és még mindig talán az adás oldallal adósok vagyunk, de ezt pótolni fogjuk a legutóbbi két műsorunkkal kapcsolatban hamarosan. Így van, és a mai műsorunk pedig egy olyan popkulturális elemről szól, egy olyan sorozatot és már életérzésről fogunk beszélgetni a mai adásban, ami nem más, mint az X-akták, ami fiatal korunkhoz szerintem szorosan kapcsolódik. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az ENTV.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastje. Mit vált ki belőletek, ha azt mondom, hogy X-akták? Hát egyszerre több dolgot is. Amikor gyerek voltam, akkor borzongást váltott ki. Amikor egy kicsit később végignéztem, mint geek, akkor meg egy kifejezetten minőségi sorozat van nekem a fejemben, hogy ez egy tök jó széria. Én annak idején nem nagyon néztem, csak egy kicsit, mert akkor ugye ezt mindenki nézte valamennyire, de én például azt hiszem, hogy most ezen gondolkozom, hogy vajon mondták-e a szüleim, hogy az nem nekem való, vagy csak egyszerűen nem tudom. Az biztos, hogy a második évadról már nagyon éles emlékeim vannak, de csak egy-két részről. Például a kedvenc részem is abból. A második évadnak az első része, a Kicsi zöld emberkék című, nekem az a kedvenc részem. Tehát néha ilyen tökéles emlékek vannak, de azért egy csomó mindent így nem tudogatok, úgyhogy most is így kellett beszélgetnem, hogy emberekkel, akik végignézték, meg olvasni róla, hogy mi volt ott, meg hogy volt. Hát az létérzés az abszolút megvan, meg a zene, ugye azt a creepy zenék rovatban, vagy valahol is már biztos, hogy kibeszéltük ezt, mert hogy az annyira beleívódik, hogy ezt mindenki ott van, mindenki hordozza a fejében, aki akár csak egy vagy két részt látott. Meg a borzongások is megvannak, mert éjszakánként ugye kimentünk UFO-t észlelni a szomszéd gyerekekkel, és hát igen, hát azt hiszem, az egész nagyon megijedtünk néha úgy egymástól, meg magunktól, meg a nagy semmitől, és az biztos, hogy az X-aktáknak köszönhető. Én csodálkozom, hogy nincsenek komolyabb emlékeid róla, Miklós, mert hogy ugye azért az általános iskolában ez mindig nagy téma volt minden kedden, hogy láttátok-e tegnap az X-aktákat, és gyakorlatilag az egész nap erről beszéltünk. Igen, meg a vészhelyzetről. Igen. De ennek ellenére valahogy én nem annyit beszéltem erről valószínűleg, de tényleg láttam néhány részt, sőt, lehet, hogy többet is, csak egyszerűen már nem él olyan élénken az emlékemben, és amit meg biztos, hogy láttam, és teljesen kiesett a fejemből, az a néhány évvel ezelőtti remake, vagyis nem is remake volt az, hanem egy új évad, és én azt viszont arra, az le van dokumentálva, hogy ezt én végignéztem az egészet, és semmire nem emlékszem belőle. Szóval lehet, hogy az én készülékemben van a hiba.
X-akták a felejthető sorozat, ez lehetne az alcíme a mai adásunknak, de hát azért van több olyan aspektusa, van több olyan epizód, ami azért szerintem úgy, ha megállítanánk az embereket az utcán, és azt mondanánk, hogy mi jut eszedbe az X-aktákról, akkor felsorolnák mondjuk a gumiembeles rész, vagy a zöldatkás epizód. Nektek mik azok az epizódok, amik esetleg jobban megmaradtak? Szerintem ez tényleg attól függhet, hogy az ember melyik életszakaszában nézi az X-aktákat, mert az ilyen gumiember, meg az ilyen szörnyek jellemzően a gyermekkorban ivódnak be az embernek a vérkeringésébe, viszont amikor én már később néztem, akkor számomra is az epizódikus tartalom, a heti szörnyek, meg a heti rejtélyek, azok teljesen elfelejtődtek. Tehát amikor már én ezt komoly elhatározással néztem, akkor számomra az átívelő történetszál, ami ott az évadok elején, közepén, végén jelenik meg, az az, ami nagyon markáns maradt, és ezek az egyes esetek, hát ezekből nagyon sok van, és így eltűnnek a számomra, hiába néztem meg X évadot, nem, egyszerűen nem maradt meg ennek a körülbelül a 30%-a sem. Az viszont nagyon markáns, ami a fő sztori, és amiről azért lehet infókat találni magyar nyelven, Wikipédián, itt-ott, amott elég jól el vannak látva a magyar nézők, illetve a magyar közönség, hogy tulajdonképpen miről is van szó, és maguk az epizódoknak az ismertetője is szépen le van írva a Wikipédián, nem úgy, mint a Star Trek esetében, úgyhogy ilyen tekintetben egy kicsit irigy vagyok, de a lényeg, hogy ezek az epizódikus szörnyek, ezek nekem kicsit fárasztóak voltak már, amikor tudatosan néztem, mert mindig arra gondoltam, hogy minden héten átélnek valami borzalmat, valami iszonyú csúnya szörny jön, vagy megöregednek, időutaznak, és hogy bírják ők ezt pszichológiailag, ezt az egészet, ez nekem úgy kicsit nem állt össze, és nekem ezért ez az epizódikus része az X-aktáknak sohasem nőtt úgy különösebben a szívemhez. Ez tök jó lenne, hogyha egy ilyen modern széria lenne, és ritkább lenne, vagy kevesebb epizód lenne, de inkább ez az átívelő szál lenne jobban előtérbe helyezve, de szerintem biztos, hogy vannak olyan nézők, akik ezt pont fordítva gondolják, és kirázza őket a hideg, amikor megjelennek a fekete öltögyös csávók, meg a Muldernek a rejtélyes kapcsolatai, meg a Skinner, és ők inkább a heti szörny miatt szeretik ezt a szériát. Egész biztos vagyok benne, hogy ezt így kétféleképpen éli meg a közönség. Nekem a kedvenc epizódom amire emlékszem, és talán azért emlékszem, mert az tényleg már akkor is érdekelt a téma, ez a második évadnak az első epizódja, és most látom, hogy összesen 218 epizódot gyártottak le. Tehát, hogy azért ez egy irdatlan nagy valami, ez az X-Files, és valójában ugye még volt még hozzá ugye legalább kettő film is, igaz? Tehát egy két egész estés film is készült belőle. Ha nem több. Hát igen, ha nem több, de kettő biztos. Ugye az egyik az még az elején, valamikor 98-ban, a másik pedig kb. Egy évtizeddel később, és azokról is, hogy emlékszem, hogy ezek voltak. Na mindegy, de hogy mi volt benne, arra nem. Ez nem túl érdekes. De attól még nem gondolom, hogy felejthető lenne a sorozat, csak én szerintem kevés az adatpontom. De a kedvenc részem az ez a Little Green Man, kicsi zöld emberkék, ami ugye arról szól, hogy ugye az első, ha jól emlékszem, az volt, hogy az első évad végén lényegében feloszlatják az FBI-on belül ezt a különleges osztályt, ami az X, amik a paranormális tevékenységeket vizsgáló valami, ahol ugye Mulder és Scully ügynökök dolgoznak, és aztán őket beosztják valami más melóhoz. Tehát ugye a Scully, ugye, mint hogy ő orvos képzettségű, ott valami boncolós dologban vesz részt, de semmi ilyen alienes témákhoz, vagy ilyen furcsa paranormális dolgokhoz, csak áthelyezték, és a Muldert meg áthelyezték valami könyvelő szintű aktatologatónak, de természetesen nem tartott ez sokáig, mert hogy ki egyszer csak valahogy egy szenátor magához hívja Muldert, és
tájékoztatja arról az infóról, hogy az ezer, egyébként ezt, és akkor a tények felé konvergál egy kicsit a téma, hogy 1993-ban a kongresszus az leállította azt a földön kívüli intelligenciákat kereső programot, amit közpénzből finanszíroztak. Ugye a SETI-ről már beszéltünk többször, de az többnyire egy magánkezdeményezés, de létezett a 90-es években tényleg egy kormányprogram Amerikán belül, nagy rádiótávcsövekkel, amik keresték a földön kívüli intelligenciának a jeleit. Hát nagyon hasonlóan, mint hogy a Kontakt című filmben is látjuk ezt a történetet, hogy egyszer eljön egy olyan nap, amikor a kormány elzárta a pénzcsapot, és akkor... Na ez tényleg megtörtént. Na de hogy miért? Hát természetesen megtudjuk a részből, hogy azért, mert hogy Puerto Rico-ban az Arecibo-i rádiótávcsővel fogtak valamit. És akkor, de mi az a valami? Hát Muldernek természetesen oda kell utaznia kideríteni, és ott Puerto Rico-i őserdőben meg minden, és akkor oda megy magához ehhez a baromi nagy rádiótávcsőhöz, ami egészen a közelmúltig a világ legnagyobb rádiótávcsője volt, és tényleg létezik, csak aztán a kínaiak építettek egy még nagyobbat, de hát ez egy sok száz méter átmérőjű hatalmas nagy tányér. És akkor ottan furcsa dolgokat lát. És ott van egy helyi alkalmazott, és aztán végül is találnak bizonyítékot arra az IT-re, hogy küldött valami jeleket, meg minden, de közben igyekeznek őket elkapni a katonák, és menekülnek, és persze Scully is megy, hogy megmentse Muldert, minden. Aztán végén visszaviszik a szalagot, és leteszik a felettes asztalára, és aztán kiderül, hogy persze semmi sincs a szalagon. És ez nagyon tetszett, mint az egész sorozatban, hogy annak ellenére, hogy átéljük ezeket a dolgokat, de a végén mindig van lehetőségünk a Scullyhoz hasonló módon szkeptikusnak maradni. Tehát, hogy mindig benne van ez a dolog, hogy tudjuk is, meg nem is tudjuk, hogy mi történt, és tök jó, hogy a két szereplő közül az egyik képviseli ezt a szkeptikusabb vonalat, és az külön jó pofa, hogy ezt pont a női szereplőnek adták, a Gillian Andersonnak. Ez neki nagyon jól áll, meg ez tök menő, hogy a csávó hajlamosabb az összeesküvés elméletekre, és a racionális részét az interpretációnak ezt mindig a női szereplőtől kapjuk. És ez egy tök jó, mert itt se lehetett megtudni aztán a végén, hogy mi volt. És nekem ez nagyon tetszett, ez a lebegtetés az egészben. És akkor végül egy kicsit el van engedve a néző, hogy most mit hiszel ebből az egészből. De itt azért tetszett, mert itt tényleg valamennyire kapcsolódott tényszerű eseményekhez, meg tényszerű kutatásokhoz, meg tényszerű helyszínekhez. És meg persze para volt az egész. Egyébként maradhattunk szkeptikusak igazán, tehát Bödös Tibornak volt ez egy ilyen régi poénja, hogy Scullyt már dugták az UFO-k, de ő még tamáskodott. Tehát, hogy valójában azért a mi nézők, azok szerintem azért maximálisan úgy láttuk a dolgokat, hogy nem csak, hogy hinni akarunk, amit ugye Mulder sokszor mond, hanem hittük is, hiszen mi... Hiszen láttuk. Igen, hiszen mi láttuk, igen. Átéltük, és közben meg ugye néztünk hülyén a Scullyra, hogy de hát te miért nem tudod, miért nem láttad ugyanazt, amit mi? Hát igen, de igen, ugye így nézi a néző, csak aztán elkezdek mögé sejteni valami rendezői koncepciót. Hát most vagy a Scully az tényleg egy hülye, vagy pont ez egy rendezői eszköz arra, hogy megmutassa nekünk azt, hogy mennyire nem hihetünk a saját szemünknek se. És akkor persze az elég gyakran ott van, amikor, hát kérdezz meg bármilyen helyszín előtt vagy rendőrt, aki fölvett már egy közlekedési balesetről szemtanú beszámolókat, hogy most melyik autó jött előbb, hogyan fordult be, milyen színű volt, és ugye teljesen ellentmondó sztorikat fogsz tapasztalni, és az emberi elme működése az iszonyatosan fura. És mondom, erre csak rá tudok kontrázni, mert mi tényleg láttuk azokat az UFO-kat, amikor kimentünk észlelni, vagyis így gondoltuk, és tényleg beparáztunk, és tényleg beküldtük az UFO magazinba, hogy milyen alakú UFO-t láttunk. Azért az nagyon ott van, és akkor a Mulderi elmondatai, de nagyon jól jön. Tehát, hogy aki hinni akar, és aki látni akar, ez egy csomószor hisz is, meg lát is. Egy tömegpszichóz is? Bocsáss meg, tömegpszichóz is ez valójában? Igen. Hát hogy tömeg, vagy egyéni pszichózis, de pszichózis, igen, és mondjuk én nem akarok túl sokat belemagyarázni egy ilyen sorozatba, de az, hogy ahogy mondod, meg ahogy a Bödös mondja, ugye, és hogy ennek ellenére a Scully szkeptikusnak tud maradni, az akkor azért valamilyen irányba mégiscsak erre mutat rá. Tehát vagy a Scully nem hisz a saját személynek,
Vagy mi vagyunk azok, akik hiszünk a saját, akik azt akarjuk látni, amiben hinni akarunk, ugye? És akkor most mi van? És akkor az egyik ezt mondja, a másik azt mondja. És ez bizony tényleg, ez tényleg nehéz. És mindig, amikor paranormális jelenségek interpretációjáról van szó, akkor ez ott van, hogy például gondolatátvitel, meg van egy csomó ilyen kísérlet, és vannak, akik szentül állítják, hogy ők ezt mérték, és tapasztalták, és tényleg úgy volt, és mások meg azt, hogy nem. Jó, mondjuk az, hogy egy gumiszörny rohan utánad a folyosón, az ugye egy másik eset alapesetben, de azért ez az alapprobléma nagyon megvan, hogy nem hihetünk saját magunknak se teljes egészében. Felsejlik bennem a Star Trek Enterprise annak az a vonala, amikor időutazás volt, és a Tipol is ennek részese volt, de ő még mindig azt mondta, hogy a tudományos direktórium szerint az időutazás lehetetlen. Szóval valahogy ez egy újra és újra előjövő, talán egy ilyen írói, rendezői koncepció az ilyen sorozatokban, hogy legyen egy karakter, aki végsőkig ragaszkodik ahhoz, hogy mindez nem történt, vagy nem úgy történt meg, hogy azt mi nézők láttuk, illetve a másik szereplő. Hát ez világnézeti kérdés, tehát itt ha úgy tetszik, a Tipol is, és a Scully is az intézményes tudomány álláspontján áll, tehát ami racionálisan, mérések alapján, megfigyelések alapján, empirikus úton állítható, az van, ami meg nincs, az, amit meg így nem, ilyen módszerekkel nem tudunk igazolni, az nincsen. Tehát ez igazából egy ennyi, és amit mondtok, hogy itt a készítők valóban valami olyasmiben gondolkodhattak, hogy legyen rejtély, mert hogyha megszűnik maga a rejtély, akkor eltűnik a sorozatnak a mozgató rugója, tehát hogyha a néző egyből mindent megkap, itt vannak az UFO-k, innen jöttek, ezt akarják, ezt csinálják, akkor mit nézünk tovább? Tehát akkor eltűnik a sorozatnak a fő bája, az, hogy én tovább kíváncsi vagyok arra, amit látunk. És kicsit úgy finomítanám azt, amit ti megfigyeltetek, hogy látunk bizonyos dolgokat, de nem látjuk az egészét soha. Tehát mindig van valami olyan aspektusa, amire sem a főszereplők, sem a nézők nem látnak rá, és fokozatosan egy-egy kis darabot csipegetünk ki ebből a nagy egészből, ami ott van a háttérben. Nyilván biztosan egyébként előfordulhat az, hogy ez egy idő után elfogyott, és ilyen bénán szőtték tovább a történetet, és már valamikor nem volt ez hihető, de mégis számomra az X-akták az a sorozat, ami nagyon egybefor az összeesküvések, a háttérhatalmak, a kormánymanipulációnak a fogalmával. Hiába volt előtte is sorozat, meg film, ami ezzel foglalkozott, meg utána is, és lehet, hogy még jobban is. Valahogy nekem az X-akták jelenti ezt a műfajt. Tehát ez nagyon-nagyon ehhez kapcsolódik, és amikor ilyen gyíkemberekről megjelenő videók láthatóak az interneten, akkor nekem nyilván egyből az X-akták jut eszembe, hogy ez valamiért ide kapcsolódik, tehát ez neki a fő profilja. És jó, hogy mondtad, Miklós, ezt a közpénzfinanszírozású paranormális kutatás, mert azért újra néztem én a Sebb helyek az első epizódot, itt az első évadból, és én is pont végig azon gondolkodtam, hogy itt a Mulder foglalkoztatva van, unalmában nézegeti az X-aktákat, több száz ilyen akta van, kiderül az epizódból, és ő úgy bele-bele nézeget, még maga is szkeptikus, tehát így válogat közötte, meg így tényleg az jön le, hogy így unalmában olvassa el, és egy-egy esetre így felfigyel, és amikor azt mondja, hogy na, ezzel érdemes foglalkozni, mert ő előásott egy olyan X-aktát, amire érdemes lenne erőbefektetést áldozni, akkor azt mondja a központ, hogy oké. És ott van két repülőjegy, amivel elmennek az Isten háta mögötti helyszínre. Ott van egy olyan felszereltségű Ford, ami nem, hogy 1993-ban, de még ma is párját ritkítja, és minden erőforrással oda mennek és cselekednek egy olyan helyszínen, amiből igazából lehet, hogy a világon semmi nem fog kisülni, tehát ahogy az epizód végén is mindig látjuk, olyan
keserű szájíze van a nézőnek is, meg mindenkinek, mert valamit láttunk, de mégse derült ki az egész. Tehát igen, nekem nagyon, nagyon ott lebegett előttem, hogy ez a költjük a pénzt, de miért költjük? Ez egyébként a Csillagkapuba is előjön, hogy meg akarják szüntetni a Csillagkapu programot, de aztán valamilyen bíróságot ott bizonyítani kell, hogy mégiscsak megéri, meg a földnek a védelme, meg stb. Szóval ez a költségkérdés, ez jól van feldolgozva szerintem itt is, meg a Csillagkapuba is. És ugye ez az X-aktákban, ahogy a Csillagkapuban is, az átívelő szálon keresztül jelenik meg, ami egyrészt ugye az összeesküvésre, arra a bizonyos összeesküvésre, összeesküvést viszi végig, legalábbis ugye egy ideig elég előteljesen az X-aktákban ott a cigarettázó ember, ugye aki vissza is tér az új két évadban, ami ugye utólag készült el. De te azt láttad, Ádám, mert igen. Én nem. És te emlékszel valamire? Igen, én arra emlékszem, ugye ez körülbelül 2x10 rész, vagy valahogy így, tehát egy rövid évadokról van szó, és én arra emlékszem, hogy nagyon jól hozta azt a formát, amit az X-akták az utolsó évadjaiban is hozott, azt, hogy nem vette magát túlságosan komolyan, hogy kikacsintott a nézők fele, hogy a 90-es évek közepe vége fele már, vagy vége fele már aktívan érezte, hogy maga a sorozat, hogy ma már ezek, az, hogy most azt mondjuk, hogy az FBI titkos ügyeiből, attól még ugye mindenki tudja, hogy nyilván ez egy sorozat, és nyilván, hogy a technikai fejlődéssel és a társadalmi előre haladással egyre nevetségesebbekké adott esetben, egyre nevetségesebbekké váltak az egyes epizódok, ezért nagyon sokat lazítottak ezen. Az átívelő szál komolyabb lett, viszont hát szerintem az egy ilyen kis elbaszásot, tehát hogy én nem így vittem volna ki ezt a témát erre, hogy most a Mulder hugát valóban elrabolták el, vagy nem, hogy kirabolt el UFO-k, vagy nem. Szóval, hogy az egész gyakorlatilag bedől, és ha hinni akarok, mint olyan, az valósággá válik, mert hogy én hinni akartam, hogy bizony itt olyan földön kívüli befolyás éri az emberiséget, és egy olyan összeesküvés, kormányzati szintű összeesküvésnek vagyunk a részesei, és közben valahol az új évadokban kiderült, hogy ez nem pont úgy, ahogy azt mi, akik hinni akarunk, azok úgy gondolják. Persze nyilván ahány ember annyi vélemény erről, tehát lehet, hogy valakinek meg tök ellentétes a véleménye enyémmel, és ő neki nagyon tetszett például, ahogy azért felgöngyölítették a végére, vagy ahogy mi nézők és Mulder és Scully megértették, hogy mi történik, de nekem ez speciál nem tetszett, és nekem jellemzően veled ellentétben az egész sorozat alatt ez a része nem tetszett a legjobban, tehát én nagyon jól ellettem volna azzal, ha 10 évadig én csak epizódikus paranormális ügyek felderítését látom, ahol néha kiderül, hogy valódi paranormális tevékenység, ahol néha kiderül, hogy ez csak egy nem tudom, egy genetikai valami, és azért ilyen az adott ember, vagy az éppen az epizódban szereplő karakter, vagy bármi más, tehát hogy én sokkal jobban a paranormális részére voltam nyitott, olyannyira, hogy ciki nem ciki, én ezt el szoktam mesélni, ha erről beszélgetek valakivel, hogy én hosszú ideig gyerekként azt hittem, hogy ezek tényleg történetek az FBI titkos ügyeiből. Tehát ugye ez a sorozat... Lehet, hogy azért, mert az első részben ez hangzik el, hogy ezek tényleg dokumentált eseményeken alapulnak, aztán nem tudom, hogy a sorozat egészére... Hát minden főcímben benne van. Gyakorlatilag én nem emlékszem, láttam én is az első részt azóta, nem emlékszem, hogy én akkor láttam-e az első részt, amikor ez tévébe ment eredetileg, tehát arról nincsenek emlékeim, de hát minden főcímbe elmondták, hogy történetek az FBI titkos ügyeiből, mondta Tóth G. Zoltán, és én elhittem neki, hogy ez tényleg úgy volt. Egy nagyon-nagyon ütős főcím volt, ami egyszerre volt ijesztő és hátborzongató, szinte a Twin Peaks hangulatát idézte ez meg, és az újak, hogy az eredeti kérdésedre válaszoljak, gyakorlatilag kicsit kiröhögi magát, kicsit szembe megy, ha bár vannak valódi paranormális történetek benne, de inkább a poén szinten
marad, leszámítva azokat az epizódokat, amikor ezt az átívelő szálat dolgozza föl. Tehát az új két évad az nagyjából úgy néz ki, hogy egy része epizódikus tartalom és általában valami vicceskedő paranormális kutatás, tipikus X-akták rész, míg a többi az átívelő szálat magyarázza, és újra felbukkan a cigarettázós ember, meg újra téma lesz a Mulder és Scully gyereke, ugye, aki eddigre már ugye felnőtt. Szóval, hogy vegyesek az érzéseim, de én egyébként szerettem. Én szerettem a kikacsintásokat is mindig az X-akták utolsó évadaiban, amit már egyébként jóval később láttam, mint egyébként vetítették. Tehát én ott ezt a sorozatot eléggé erőteljesen meguntam a közepe tájékán. Illetve hát ugye a kereskedelmi televízió indulásakor azért alternatív és relatíve jobb tartalmat is kínáltak, vagy több tartalmat is kínáltak, mint a TV1 a heti egyik szaktákkal. Igen, hát az elején abszolút át volt vágva a néző, szerintem is, vagyis hát kisgyerekként én is, vagy nem kis, hanem gyerekként én is úgy éltem meg, hogy ja, itt most tényleg igazi, legalább Mendemonda szintjén igazi sztorik lesznek földolgozva. Mert ugye miről beszélek, hogy például ott van, amiből nem lett földolgozva, legalábbis így direktben nem, a Roswell, meg az összes többi ilyen legendás, van, például csak az UFO témában, de nyilván másban, csak én az UFO-ban voltam benne akkoriban, ilyen ötödikes gyerekként, hogy szóval, hogy ott azért vannak sztorik, amik ilyen ismert sztorik, most függetlenül attól, hogy igazak-e vagy sem. De olyan történetek, egyik-másik nevezetesebb emberek elrablása földön kívüliek által, vagy a Roswell-i UFO szerencsétlenség, ami szerintem önmagában megérne egyszer egy adást, vagy hogy ez mi a bubbánat, meg egyébként arról is készült remek film, meg egy csomó minden, ami például ez az emlegetett valami, amit mondtam, ez például kicsit kapcsolódik a valósághoz, mert azok a kutatási programok, amiket leállítottak 93-ban, azok mondjuk tényleg léteztek. Tehát, hogy kicsit azt gondoltam, hogy ilyen sztorikat fognak feldolgozni, és nem ez történt, bármint az elején, de nem ez történt, hanem valóban az történt, hogy maximum inspirációt merítettek belőlük, és teljesen szabadjára engedték a forgatókönyvírókat. Tehát, tényleg nem volt még ilyen, nem hogy hivatalos FBI dokumentumokon nem alapultak a sztorik, hanem még csak nem is ilyen városi legendák formájában ismert sztorik jöttek elő, ami egyébként egyáltalán nem baj. Csak tényleg, én az elején, nekem időbe tele, erre emlékszem, hogy addig el kellett tenni legalább 4-5 résznek, amit láttam, hogy én fölfogjam, hogy ezek valóban nem az FBI titkos aktáiból vagy ügyeiből jöttek ezek a történetek, de persze ez engem annyira érdekelt, hogy mi a franc van, hogy én akkoriban így írogattam a NASA-nak leveleket, hogy küldjenek prospektust mindenféle cuccról, ami engem érdekelt, és jó fejek voltak, és küldtek, és akkor egyszer direkt megkérdeztem, hogy most mi van az UFO-kkal. Tehát, hogy tényleg, hogy például a NASA vagy a légierő, az vajon csinál-e, például vannak-e ilyen akták? Nyilván nem fogják átküldeni, csak hogy történnek-e ilyen kutatások, és akkor erre kaptam egy ilyen választ, amivel elküldték egy ilyen 96-os dokumentumot, aminek az a címe, hogy The US Government and the Unidentified Flying Objects, tehát hogy az amerikai kormány és az UFO-k. És ugye abban olvashatunk erről például, hogy például 92-ben megbízták a NASA-t ezzel a nagy felbontású mikrohullámú térképezéssel, magyarul hát egy kormányfinanszírozású SETI programmal, de aztán a kongresszus hőbörgött, hogy hülyeségre költik az adófizetők pénzét, ugye, hogy ez Csaba beszámolójából is jól hallható, és akkor aztán ott elzárták a pénzcsapot. Na de, azt is írják ugyanebben a dokumentumban, hogy az amerikai légierő, tehát az Air Force 1947 és 1969 között egy Project Blue Book, tehát egy kék könyv project nevű, amúgy titkosított projektet futtatott, tehát a légierőnek ilyen értelemben csak ugyan voltak X-aktái, és azt írják, hogy ezt a projektet, amit a Wright-Patterson légitámaszponton futtattak egyébként,
Ezt 1969. decemberében állították le, de hát több mint 20 év után. És mik voltak ebben? Összegyűjtöttek UFO észleléseket, és azt próbálták kielemezni, hogy azok mik lehettek. Összegyűjtöttek 12.618-at, és abból, amikor ezt küldték nekem ezt a dokumentumot 96-ban, abból a 12.618-ból 701 az még mindig a megmagyarázatlan kategóriában volt. Ennek ellenére úgy döntöttek, hogy nem folytatják ezt a projektet, mert hogy nem jutnak ettől közelebb a valósághoz, ha bár tényleg jó lenne tudni, hogy mik azok a furcsa dolgok. És aztán 77-ben megkérték a NASA-t, hogy esetleg ő is folytasson ilyen vizsgálatokat, de végül előzetes tanulmányozás után úgy döntöttek, hogy ők nem kívánják vizsgálni ezt a témát. Na szóval a légierő ezt csinálta rendesen, és mind a mai napig természetesen ott vannak, azóta gyűjtöttek újabbakat. Szóval ezek mennek, azt mondanom sem kell, és erről nem szól ez a dokumentum, de azt lehet tudni, hogy persze a gondolatátvitel és egyéb paranormális tevékenységek világában ugyanúgy voltak kutatási projektek, amikről most jön ki valami. Erre elköltöttek pénzt. Nyilván nem jártak túl nagy eredménnyel, de hát a 60-as években valakik azt mondták, hogy ők távolba tudnak látni, akkor nyilván a világ legnagyobb hadseregének kötelessége kivizsgálni, hogy ebben van-e valami lehetőség. Mert hát, hogyha tényleg van, akkor az ugye egy óriási fegyvertény, és akkor igen, valószínűleg arra találtak néhány ezer vagy tízezer dollárt. De ilyen, és ez az érdekes, ez érdekelt engem az egészben, hogy ez a dokumentum azt írja, hogy ezek csak ilyen időszakos vizsgálatok voltak, és például egy ilyen ügyosztály legalábbis a légierőnél meg a NASA-nál nem volt. És persze az FBI-ról ugye nincsen szó, a CIA-ről sincsen szó, vagy az NSA-ről sincsen szó ebben a dokumentumban, de azért az jól jelzi a korszellemet, hogy 1996-ban, amikor ez a dokumentum készült, akkor ez így kéznél volt, és el tudták küldeni, mert valószínűleg az X-akták mániának köszönhetően annyi levelet kaptak ők is, meg valószínűleg minden más kormányhivatal, hogy létszik, mondjátok már meg, hogy most mi van, hogy ott volt kéznél, valószínűleg térdig jártak ebben a brosúrában, és akkor becseszték egy borítékba, és küldték mindenkinek vissza a nagy hivatalos választ, mi szerint ugye nem vizsgáljuk, de még ebben is bele van írva, hogy itt láttak 701 olyan dolgot, amiről senki nem tudja, hogy micsoda. És gondolom ennek a száma azóta folyamatosan csak nőtt. Szóval valami magja ezeknek a dolgoknak ilyen értelemben nagyon is lehet, hogy az amerikai kormányhivatalok tényleg vizsgálták ezeket a dolgokat, no nem úgy, és nem akkor, és nem valószínű, hogy voltak emberek, akik csak ezért kapták a fizetésüket, de igen, vannak ilyenek. És most már azok a doksik valamennyire hozzáférhetők. Tehát ez a Project Blue Book-nak az eredménye, amiről itt beszéltem, ez például már fönn van a neten, szóval bárki megnézegetheti, hogy mi az a 701 azonosítatlan repülő objektum, amit az amerikai légierő legjobb agyai sem tudtak beazonosítani. De ugye az X-akták az nem csak UFO észlelésekkel foglalkozik, sőt, talán a sorozat nagy része az ez idő után el is tolódik a szimpla paranormális dolgok felé. Ami jó nyilvánvaló, hogy az évtizednek, meg az évszázadnak a hatása is a társadalom és a popkultúra és az érdeklődésnek a hatása, de mit gondoltak a karakterek motivációjáról? Ugye Mulder ügynöknek a húgát elrabolják a történet szerint a földön kívüliek, és ennek hatására lesz ő. Hát az, hogy FBI ügynök ennek hatására lesz, vagy nem, azt nem tudom, de ennek hatására kezd el foglalkozni ezzel a témával, és ugye egy ilyen pszichológusi végzettség után, ami a sorozatgyilkosok és a paranormális lények kapcsolatáról szól, kerül az FBI kötelékébe, és ott az X-aktákba, míg ugye Scully egy orvos, akit mellé raknak Mulder mellé, hogy hát ugye figyelje Mulder ügynököt, aki nem tűnik teljesen normálisnak. Mit gondoltak a motivációkról, a hozzáállásukról ezekhez a dolgokhoz? Ugye arról már beszéltünk, hogy teljesen végletes, tehát Fox Mulder mindenben hinni szeretne, még Dana Scully azt se látja, ami a szeme előtt van sokszor. Hát szerintem ez ehhez a sorozathoz tökéletes. Egy mélyen személyes tapasztalás és egy ebből kiinduló ilyen megszállottság, nevezhetjük szerintem nyugodtan ezt megszállottságnak,
és mellé egy olyan karakter, akinek, aki meg ezzel teljesen ellentétes, tehát ez teljesen a további dinamikát meghatározza a sorozatban. Egyébként ez a Scully, hogy nem látja, hogy mi történik, ez engem is mindig, hát nem mondom, hogy idegesített, de olyan nagyon szemet szúrt már a sokadik évadban, mikor már ilyen és olyan dolgokat megtapasztalnak és lehet látni, akkor már azért kifáradt kicsit ez a kezdeti alapfelállás. Aztán nem tudom, mert én már azokat a nagyon késői évadokat nem is láttam, tehát hogy ott lehet, hogy ezt Ádám, te tudod megmondani, hogy ott mennyit finomodik a Scully-nak ez a hozzáállása vagy karaktere, de volt benne egy ilyen túlnyújtottság ebben a tekintetben, és az igaz, amit mondtok. A személyes motivációkat meg én meg... Igen, a Scully az nekem is mindig egy nagy talány volt, azon kívül, hogy ugye egy görbetükör, hogy az emberek hogy nem tudják észrevenni, ami az orruk előtt van, ugye? De ez akkor fordítva is lehet, hogy igaz, tehát én meg azt látom, ami nincs ott, és akkor hogy van ez? Szóval ez marha jó volt. Én a motivációját nem tudom én megítélni, de nekem... Ez a személyiség, ez egyáltalán nem volt idegesítő, hanem igazából volt, hogy hangosan felröhögtem rajta. Tehát volt ugye, hogy a Bödöcs, vagy kitől jött az idézet, hát igen, szóval, hogy néha annyira képtelen az egész, hogy tényleg a vége felé, vagy nem a vége felé, nem látom olyan rengeteg részt, ebből a 218-ból, ha láttam kb. 20-30-at, akkor szerintem Az jól fedheti a valóságot. Szóval nem tudom, mi van, de arra emlékszem, hogy elkezdtem azt érezni, hogy ez is azt mutatja, hogy a rendezők vagy a forgatókönyvírók nem gondolják komolyan. Tehát ez maga egy nagy kikacsintás, ez az egész. Na, ugye, hogy nem vettétek komolyan. Igen. És egyébként... Azon gondolkoztam, hogy ilyen karakterek egyáltalán a világban léteznek-e. Tehát, hogy néha annyira mester, annyira nem tűnt úgy, hogy ilyen emberek létezhetnek. Most ti filmművészeti szempontból kérdezek most vissza, hogy nem tűnt nektek egy kicsit mesterségesen, nagyon mesterségesen összerakottnak ez a két főszereplő? Tehát, hogy van nektek az ismerősi körötökben bárki, aki egy kicsit, akár csak egy kicsit olyan, mint a Mulder vagy a Scully? Tehát léteznek ilyen emberek itt dramaturgiailag? Ez a Csaba a Scully. Az én életemben a Csaba a Scully. Aki csak annak hisz, számoknak, meg tényeknek, és Ő a Scully. Igen. Egyébként akkor, amikor jött a műsor, és föltetted volna ezt a kérdést Miklós, akkor valószínűleg azt mondtam volna, hogy nem, ez egy karikatúra, ez a legjobban kicsúcsosodó ilyen emberi tulajdonságok. Tényleg a legnagyobb ellentéteknek az összerakása. De a mai világban, szerintem konkrétan annyira abszurd emberekkel lehet találkozni, hogy van ilyen, tehát van olyan, aki nagyon-nagyon összeesküvés hívő, hát látunk is ilyet a YouTube-on is akár, tehát nem kell nagyon messzire menni, és olyat is látunk, aki meg ezt a fajta Scully stílust képviseli, szerintem ilyen is van, és olyan is van a YouTube-on, hogy ez a két embertípus szembe kerül egymással, tehát én azt mondom, hogy ez teljesen létező két felfogás. Azért, ha 1995-ben 7-8 évesen ezt a véleményt lenyomod erről a sorozatról, akkor azért én lehidaltam volna, és hát úgy gondoltam, csak volna, a korszellem, paranormális dolog. Csak a korszellemre akartam így rávilágítani, tehát akkor nyilván ezt így nem tudtam volna megfogalmazni, de igen. De azért valahol az egy zseniális húzás szerintem, hogy ez így végigmegy egy szálként egy sorozaton, mert ez egy nagyon régi struktúra, már az ókori filozófusok is, ugye Platon is ilyen viták formájában írta le a tanításait. Hogy mindig volt egy kétkedő tanítvány, vagy egy alákérdező, egy másik álláspontot képező valaki, és akkor végig ilyen párbeszédes formában, ez aztán végig vonul, még Nietzsénél is, hát ugye nagyon sok helyen ezt a dialógusok, ugye Galilei is ilyen formában írta le a felfedezéseit, ő egyébként ugye azért, mert hogy
mert ő véleményt írhatott, mert ugye az egyház megtiltotta neki, hogy olyanokat állítson, amik ugye szembe mennek a tanokkal, és hogy mit tudom én, mi kering, mi körül, ugye ez nem volt lefutott ügy, és akkor ő például ezért választotta azt, hogy nem foglal állást, és ilyen szempontból ez egy elődje az X-aktáknak, hogy végig ugye két fél vitatkozik, és párbeszédet folytatnak, és nem teszik. Ennek lehet rossz vége is egyébként. Tehát ez a jobbik eset, mikor ez a két fél, ez moderálja egymást, és kiegészíti egymást. A rosszabb eset, mikor leöntik egymást egy pohár vízzel egy reggeli műsorban. Tehát ez el tud sülni jól is, meg rosszul is. Igen, de az X-aktákban többnyire jól sül el, amihez ugye hozzáadódik az a plusz kis izé, hogy itt működik a kémia a szereplők között, és akkor úgy kérdeztem a feleségemet, hogy mi volt neki itt a fő élmény, mert ő nagyon nagy X-akták rajongó volt annak idején, és mondta, hogy az egy külön izé pluszt adott a dologhoz, hogy most akkor mikor jönnek már össze. Ugye, hogy lehet, hogy ez a női nézőknek egy kicsit más, vagy mindenki, most én például sose feszegtem ezen, hogy mikor... Állítólag egyszerre valami későbbi évadban, igen. Ugye? Igen, igen, igen. Hát ugye gyerekük is születik, meg mi. Nem már! Na, oktassatok! Hát gyerekük is születik, ennyit tudok erről elmondani, amit akit örökbe adnak, mert hogy biztonságban legyen, vagy valami ilyesmi. Nem megmondom őszintén, én már ennyire nem emlékszem rá. De egyébként a sorozat maga az tényleg egy ilyen klasszikus 90-es évek, főleg a 90-es évek televíziózására maximálisan igaz alapszituációt tár a nézők elé, az, amit ti most elmondtatok, tehát annyira klasszikus ez, tehát két véglet, és akkor megy az epizód. Beszélgessünk viszont egy kicsit a mellékszereplők, vagy hát mellékszereplőről, ugye Skinner igazgató helyettesről, aki azért nem volt teljhatalmú, tehát nem ő volt az igazgató, csak igazgató helyettes, de azért az ő szerepéről szerintem érdemes megemlékezni, főleg az utolsó évadoknál ő nagyon aktív szerepet tölt be, és nagyon aktívan részt vállal az epizódok alakulásában is. Ugye Mitch Pileggi játszotta ezt a karaktert, és nagyon érdekes egyébként, hogy az eredeti sorozatban, vagy magában az újban is csak és kizárólag Star Trekben szinkronizáló színészek szólaltatták meg őt. Ugye Varga Tamás volt az eredeti hangja neki, ő ugye Worf magyar hangja a Star Trekből. Aztán Varga T. József lett nagyon hosszú ideig, és a mai napig is az új részekben ugye ő Picard kapitány, de közben Barbinek Péter, az OSH doki is kölcsönözte hangját egyébként neki, aki ugye amúgy játszott Mitch Pileggi a Stargate sorozatokban is. Én nem vagyok teljesen napra kész az ő teljes életútjával a sorozatban, de nagyon emlékszem rá tényleg, hogy egy olyan markáns része volt az egész cselekménynek, és minthogyha valami olyasmi lett volna, ebben majd megcáfoltok, hogy őt is mindig ilyen dróton rángatták, tehát ő sem tudott mindig segíteni a Muldernek, de úgy akart, de néha úgy összetűzésbe is kerültek, azt hiszem még egyszer össze is bunyóztak ott a folyosón. Tehát ilyen igazi szürke karakter volt ő, aki talán így az igazságnak a feltárása felé tendált, de nem voltak azok a lehetőségek meg hatalom a kezébe, hogy ő ténylegesen kiállhasson, vagy jó döntéseket hozhasson. Ő, ha jól tapogatózom, akkor valami ilyesmi karakter volt. Teljesen jól látod, abszolút, abszolút. A szerepem, ahogy mondtam, nőtt az évadok előre haladtával, de valójában igen. Főleg a sorozat első felében ő maximálisan ez a akar is segíteni, meg valahogy úgy tűnt, de ezt most már lehet, hogy csak én képzelem bele, mert később hát egyértelműen ő is tudja, hogy mi történik, és mi folyik körülöttük, de hogy az elején is, tehát ő is hinni akart, ahogy Mulder, vagy valami hasonló, de ő nagyon hosszú ideig, igen, dróton volt rángatva, szó nem szó szerinti értelmében. És ugye új szereplők is érkeznek, mert hogy ugye ezt akartam így behozni a képbe, vagy a beszélgetésbe, hogy ugye az eredeti
évadok során, ugye a végén miután, azt hiszem azután történik, de kedves hallgatók, javítsatok ki, miután Muldert elrabolják a földön kívüliek, utána ugye jön két új szereplő, Robert Patrick és Annabeth Gish szerepében ugye ők Reyers és Dudgett ügynökök lesznek, és ők veszik át az X-aktákat, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy tipikusan jellemző erre a sorozatra az is, ami általában ezekre a sorozatokra, hogy az utolsó évadra bizony a főszereplők már nagy színészek, nagy sztárok, egyre több gázsit kérnek, ezért hát igazából lecseréljük őket egy rövid időre. Na hát pont ezt akartam visszakérdezni, mert én erről nullát tudok mondani, hogy itt kiírták konkrétan a David Duchovnyt, vagy... Hát ugye, hogy kiírták, vagy nem írták ki, hát nem írták ki, mert valójában azt hiszem egy évadig, azt hiszem a Mulder egy évadig nincs benne, de erre nem emlékszem, pontosan a Gillian Anderson meg úgy van benne néha-néha, De alapjában véve ott egy vagy talán két évad arról szól, ezt most már nem tudom pontosan, hogy hát az X-akták azt két másik ügynök csinálja, akik egyébként kicsit szkeptikusabbak, de ott is nagyjából, ha jól emlékszem, akkor megoszlott ez a két oldal, ami a Muldernél is, meg a Scullynál is, de talán nem ennyire szélsőségesen. De aztán előkerül Mulder, valahogy ők meg valahogy kikerülnek a képből, és az utolsó évadokban már megint Scully és Mulder van. Olyannyira, hogy a sorozat kikacsint saját magára, mert van egy olyan konkrét rész, amikor megfilmesítik az X-aktákat, az X-akták sztoriából, tehát a sorozatban egy film készül, és ezt látjuk, de hát ott is a nézőnek tele kikacsintással és paranormális dolgokkal. Tehát a végére már, mondom, gyakorlatilag az újra az a két évad, amit újra elkészítettek, vagy amit utána készítettek sok-sok évvel az eredeti sorozat után, az ezt a hagyományt viszi tovább, tehát vannak epizódok, amik teljes készőrület, szinte egy vígjáték sorozat, és vannak olyan epizódok, amikor meg persze komoly dolgokról hallunk, és komoly dolgok történnek az adott epizódban. Szerintetek volt ebbe a sorozatba ez a 11-12 évad, mert én is valahogy úgy éreztem, mint ahogy Ádám itt elmondta korábban, hogy ugye a közepe felé úgy valahogy meguntam. Pedig voltak minden évadban kiemelkedő és jó epizódok, de valahogy úgy halmozódott, és úgy így érdeklenségbe fulladt számomra az egész. Szerintetek ezt rövidebben kellett volna, vagy mindent kitapostak ebből a koncepcióból, amit lehetett, meg már amit nem lehetett, azt is? Is. Szerintem az X-aktek az egy nagy túlélő. Nagyon sokszor beszélgettünk a Star Trek kapcsán különböző podcastekben arról, meg rendezvényeken arról, hogy meg kellett változtatni azt a koncepciót a tévézési szokások, meg a fogyasztói szokások megváltozása miatt, ami az eredeti Star Trekre, vagy nem az eredeti Star Trekre, hanem a TNG, DS9, Voyager érára jellemző volt, és az Enterprise egy nagyon újat hozott be. És azóta is beszélgettünk arról, hogy a Discovery mennyire megint változott azért az Enterprise-hoz képest, és gyakorlatilag emellett nem lehet elmenni, hogy ez az idő vasfoga, meg az évtized, amikor ezek készültek. A 90-es évek az egy tipikus olyan évtized volt, ahol ilyen sorozatok készültek, mint az X-akták. És a vészhelyzettel párban, ami ugye itt nálunk szinte egyszerre indult, és egyszerre ment ez a két sorozat, jellemző az, hogy meg kellett újulnia, és változtatnia kellett ahhoz, hogy egy kicsit modernebb tévézési modernebb világban is helyt tudjon állni. Azt, az X-akták talán egy kicsit nem tudott. Szerintem a vészhelyzet sem tudott zárójelben, mert miután már gyakorlatilag az összes kezdő, mármint az elején főszereplő orvos vagy meghalt, vagy nem tudom, kiszállt a sorozatból, meg csak és kizárólag újak jöttek bele, sokak számára már nem volt elég, és nem azért nézték a vészhelyzetet, mert egy chicagói
sürgősségi osztály mindennapjait akarták nézni, hanem az ő szeretett szereplőjüket, akiket közben szép lassan eltávolítottak ilyen olyan okok miatt a sorozatból. Az X-Faktornál szerintem csak simán megfáradt, már mi nézők nem voltunk annyira kíváncsiak talán ezekre a dolgokra. Nyilván nem tudom, mert nem követtem 90-es években a Fox nézettségi adatait, hogy a különböző X-Fakták epizódok hogy szerepeltek. Nagy siker volt, de valószínűleg egy csökkenő nézettséget mutattak, és én azt gondolom, hogy ez rányomta a bélyegét arra, hogy nagy különbség legyen az X-Fakták első évadai és az utolsó évadai között. Hát én most direkt néztem itt a nézettségi adatokat közben a Wikipédia jóvoltából, ahol ugye az nem részre lebontva, hanem évadokra lebontva, mert marra kíváncsival tettetek. És az az érdekes, hogy a legnagyobb nézettsége az ötödik évadnak volt, ami egyébként 97-es, 97-ben volt az első rész, és 98-ban az utolsó része az évadnak. És akkor ugye a rangsorolásban, hogy ez hanyadik az összes menő műsorban, amit az Amerikára vetítve van, ez itt kiszámolva, ez a 11. legnézettebb műsor volt az amerikai tévéken, országos televíziókon. Na most ehhez képest, és onnan addig egészen egyetemen fölfele mászik szépen, tehát az első évad a 11,2 millióan nézték, a csúcs az ötödik évadnál van, mondom, majdnem 20 millió nézővel. Lehet, hogy ott zárult valami nagy történet, szál, vagy ott csúcsosodott. Hát ugye ezek évadok, amikről most beszélek, nem részek, tehát a jó ég tudja, de úgy tűnik, hogy hát igen, lehet, hogy ott akkor több volt az egybefüggő folytatásos rész, most ezt így meg nem tudom mondani nyilván. Vagy szarabb volt a többi műsor. Igen, az is benne van, hogy szarabb volt a többi műsor, és aztán a nagy esés, az már bizony a 2000-es években van, amikor már aztán nagyon más világ kezdett kialakulni, onnantól már egyértelműnek látom a törést az adatokban, hogy például 2000-ben még 14 millió nézőt vonzott, és a 31. helyre rangsorolódott, de 2001-ben, ami a 9. évad volt, az már csak 9 millió nézőt vonzott, és ugye az egyébként ezt észlelték is, és ott leállították. De nem tudom, hogy úgy van ez, nyilván pénzügyi szempontból nem úgy van, hogy a csúcson kell abba hagyni, de hogyha, bár vannak, akik ezt mondják, például a Big Bang Theory producerei például így érveltek, nem is tavaly, de hát igen, persze, hát igazából csak nem tudták kifizetni a Gene Parsons, de világos, inkább arról lehet szó, hogy hát hogyha úgy tettük, ha azt tekintették volna, hogy a csúcson kell abba hagyni, akkor 97-ben kellett volna abba hagyni, mert egyértelműen akkor volt a csúcs. Az az érdekes, hogy aztán utána volt egy 15 év szünet, és akkor 2016-ban jött a 10. évad, ugye? És akkor ahhoz visszarángatták az eredeti szereplőket, persze, mert ugye nyilván mindenki rájuk vágyott, és valóban ez hozta is, és az hozta, ez a 2016-os hozta a viewship rankben, tehát a rangsorban a legelőkelőbb helyet mindvégig. Annak ellenére, hogy csak 13,6 millióan látták, de ez a hetedik legnézettebb valami volt akkor a felmérésben. És viszont ehhez képest katasztrofális kudarc volt a 2018-as 11. évad, hogy ennek egyáltalán tudtok-e a létezéséről. Igen. Ugye? Okay. Én szerintem a 2016-ost láthattam annak idején, csak már elfelejtettem, de most már értem, hogy miért felejtettem el, mert azt akkor néztük, amikor így néhány hetes volt a kisbabánk, és akkor nagyon keveset aludtunk. Tehát ez teljesen kiment a fejemből. 2018-ban is csináltak egy évadot, és rettenetesen leszerepelt, mert csak 5 millióan nézték meg, ami fele annyi, mint amennyien az első évadot megnézték 93-94-ben. Úgyhogy valószínűleg ezen a ponton most már végleg elmeszeltek ennek a franchise-nak. Nagyon meglepne, hogy mondod, hogy nagy túlélő, valóban rohadt nagy túlélő, 93-ban volt az első évad, és 2018-ban az utolsó, azért az nagy túlélő, de nagyon meglepne, hogyha most ezek után még megpróbálná valaki szegényként föltámasztani. Szerintem nem fogják megkísérelni, mert elég csúnya kudarcotnak tűnik az utolsó évad a számok tükrében. Hát egy olyan cliffhangerrel ért véget egyébként jelenleg a sorozat, ami azért megkívánja, hogy legyen folytatása, viszont ha jól olvastam, akkor Gillian Anderson már kijelentette jóval korábban, hogy ő nem lesz továbbra Scully ügynök, tehát hogy ő nem szeretné ezt folytatni.
Hát David Duchovny-nál meg nem lehet tudni, mert ő egy elég fura figurája Hollywoodnak, úgyhogy kiderül. Nem tudom, szerintem van még a sorozatban, de hát azért ne felejtsük el azt, és akkor így zárójelbe megjegyzem, hogy habár abban a kontextusban, amivel kapcsolatban mi beszéltünk erről a sorozatról, és felolvastad a különböző nézettségi adatokat, leszűrhető az a konzekvencia, amiről mi most beszélünk, de azért nézettségi adatokat így a semmibe azért nem szép dolog mondjuk tévésként elemezni, de az alapot azt szépen megmutatta, és valójában is erről van szó. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle, lesz-e még belőle rész, szerintem egyébként lesz. Nekem az a véleményem, hogy lesz, de nem hiszem, hogy az elkövetkezendő időszakban. Ez a David Duchovny, vagy Duchovny, nem tudom, hogy kell az ő nevét ejteni. Ez mindig vita volt egyébként, úgy emlékszem itt Magyarországon. Mondtad, hogy fura figura Hollywoodban, én pont egy, minthogyha olyan ember lenne, mint a Mulder ügynök, nem? Tehát nekem az ő megnyilvánulásai, meg a interjúiból az jött le, hogy ez tök jó szereposztás végül is. Igen, azt hiszem, hogy amikor például kiírták a sorozatban, amikor elrabolják az UFO-k, azt hiszem, akkor az volt, hogy akkor vállalta el az Evolúció című filmnek a szerepét, amiben nem tudom, már emlékeztek-e, arról szól, hogy becsapódik egy meteorit a Földre, és az olyan élő. Az Evolúció az nem olyan a X-aktáknak, mint a Galaxy Quest a Star Treknek? Nem, mert a Galaxy Quest az jó. Az egy jó film, az Evolúció meg egy ostobaság, egy szarság, ahol Hedden Shop. Szándék szerint, de, attól függetlenül, hogy nem, hogy sikerült. Nem, bocsánat, kikérem magamnak, nem, értem, de nem. Tehát Hedden Shoulder samponnal győzik le a földön kívülieket. Ez komoly, vagy most hülyeskedsz? Nem, ezt halál komolyan mondom. De most, ha már itt ezt mondjátok, akkor a És olyan szereplők vannak benne, mint Dan Aykroyd, Julianne Moore, vagy Moore, David Duchovny, a Sean Patrick Harris, nem, hanem hogy hívják a csávót, aki a... Neil Patrick Stifler, Harris. Nem, a Stifler, az amerikai pitéből. Annak is valamilyen három nevű csávó, most nem jut eszembe hirtelen. Szóval, ami Sean az biztos. Úgyhogy ő játszik, ők játszanak benne. Sean William Scott. Azaz, köszönöm szépen. Úgyhogy ilyen arcok játszanak, és hát egy borzasztó nagy... Én még a Kőbánya moziban láttam ezt, és hát inkább kiszúrtam volna mind a két szemem. Szóval Head and Shoulders-ra eszembe jutott, hogy maga az X-aktákba ti láttatok olyan dolgot, amire azt mondtátok, hogy na jó, hát ez úristen, mekkora hülyeség, mert én nekem... Most bevallom a kedvenc epizódom, amit talán még Ádám itt órákkal ezelőtt kérdezett tőlünk, hogy az mi, az egy kicsit ilyen ingatag lábakon áll tudományügyileg. Ez a Szortfény, ez a második évadban a 23. rész. Itt tulajdonképpen bezárnak egy, vagy bezáródik bentreked egy részecske gyorsítóban, vagy egy részecske gyorsító mellett, hát ezt nem tudom pontosan, hogy ez a kamra, ez micsoda, egy tudós, és ezáltal ő neki az lesz a képessége, hogy az árnyékával öl, vagy ilyen furcsa módon eltünteti az embereket. Nem tudom, ez megvan-e nektek ez az epizód, majd Miklósra kíváncsi leszek, hogy mit mond erre. És mégis, attól függetlenül, hogy ez valami ordító baromság lehet, én nekem mindig ez az all-time favorite, mert nagyon jó zene van benne, és szerintem jól meg is van írva a történet attól eltekintve, hogy a tudományos része az milyen. Meg előjön benne kicsit ez az átívelő szál és a Muldernek a kapcsolatai, hogy most kiben bízhat, kiben nem bízhat, ott előkerül. És Vince Gilligan írta ezt az epizódot, aki hát napjainkra azért már a legnagyobb és legnagyobb hatású showrunnerjei közé sorolható, ugye csak annyit mondok, hogy Breaking Bad, de minden ilyen toplistában az ő neve az sokat szerepel. Hát a Breaking Bad-et, ha nézi valaki, akkor azért az X-aktákból több munkatársat, színészt áthozott abba a sorozatba. Nem tudom, hogy az ő neki köszönhetően, mert azért vannak castinggal foglalkozó emberek is, de nyilván azért volt ráhatása, és nem véletlen, hogy mondjuk ugyanazokat a színészeket látjuk ebben a sorozatban is, mint a másikban. Mindegy, ez zárójel.
nektek mi a véleményetek erről, a, ha már parallaxis és a tudomány és az infotainment, akkor mit mondanátok? Hát, hogy engem nem zavar ez a dolog, mert hogy most nyilván én vagyok itt a fizikus, és akkor azt kéne mondanom, hogy micsoda baromság, de engem, hát ez kicsit olyan, mint hogy a Dr. Who-ban ugye vannak például azok a lények, akik ugye szoborrá változnak, és csak akkor mozognak, amikor nem látja őket semmi, úgyhogy senki, úgyhogy nem csukhatod be a szemed, meg minden, meg nem állhatsz nekik háttal, mert különben oda jönnek, de onnantól, hogy rájuk nézel, akkor megint szoborrá dermednek. Ez nyilván ennek sincs semmi tudományos relevanciája, tehát semmi értelme, pont hogy de milyen remény. Szép. De bocsánat. Szerintem annyira jó. Tehát ez annyira menő, tök jó. De hát milyen szép, ha ez hogy egyszer hullám, egyszer... Ja, kvant, igen, biztos innen jön. Egy az gyönyörű. Az tiszta kvantummechanika. Ugye? Jön. Hogyha megfigyeled a rendszert, akkor beugrasztod egy állapotba, akkor ezek ilyen, oké, akkor a Dr. Who-ban még ez is jó. Na, az árnyékkal ölés az meg, hát az hát szerintem jó pofa, gondoljunk, de nem, nyilván, tehát igen, ha azt annak a mondatnak kell elhangzani, hogy ez egy baromság tudományos szempontból, akkor nyilván az. De hát ez nem egy tudományos műsor, mármint az X-akták, szóval, hogy ez tök jó. Az X-akták nagy része szerintem tudományosan baromság. Teljes mértékben. Csak ugye gondoltam, hogy nem akarok rögtön ezzel kezdeni. Szerintem van erre egy jó szó, nem? Ez a B-film, amit ilyenkor el szoktunk mondani, de valahogy az X-akták egyensúlyoz a nevetségesen szörnyű tudományos baromságoknak a felvonultatásában és a jó szórakoztatásban. Így szerintem megtalálta azt a középutat, amikor nem csapkodják a nézők a képernyőhöz ami éppen a kezük ügyébe van, mert igen, igen, mert hülyeséget látnak. Mert Mulder karakterrel mindig kontextusba emeli az adott történést olyan értelemben, hogy azt mi nézők is úgy éljük át, ahogy Mulder, annyira találjuk érdekesnek, mint Mulder, de közben ott van Scully, aki azért úgy a homlokunkra csap, hogy hát skacok, azért ez így elég nagy hülyeségnek hangzik. Nem, valahogy így működik az X-akták, tehát ez az egyensúlyozás, ez a két karakternek a kémiáján, meg a nézők fele kommunikációjáról. Igen. És akkor ez magyarázhatja azt is, hogy aztán nem voltak olyan népszerűek, amikor kiszedték a két karaktert, igen. Mert hát annyira ezek köré épült az egész struktúra, és ettől volt jó. Valószínűleg igen, tényleg lehet, hogy a Scully-nak az ilyen dumái mentették meg az egészet a B kategóriába, vagy Z kategóriába süllyedéstől. Mert például egy Sharknado-ba, vagy ilyesmi, amikor cápák hullanak az égből, vagy ilyesmi remek filmekben, ott sose fogsz találni egy olyan karaktert, mint a Scully, ugye? És ott akkor teljesen meghengergőzik az egész film a saját nevetségességében, itt viszont van ez a kikacsintás mindig, és ez jó. Lehet, hogy ezért nem csapják oda a fizika könyvüket a tévéhez a nézők. Igen, tehát ez simán lehet. De egyébként ennek ellenére az egy kérdés, hogy szerintetek ez egy science fiction sorozat, vagy nem? És akkor ez arra a kérdésre hajlik már, hogy szerintetek, hát hogy mi a science fiction, ugye ebben már sok-sok vitánk volt ez ügyben, vagy nem is vitánk, csak ilyen eszmefuttatásunk, hogy szerintetek az X-Files az science fiction, vagy sem? Szerintem nem, és ebben is a Heisenberghez kell visszakanyarodnunk, mert attól függ, hogy ki nézi. Hogyha én nézem, akkor nem az, mert én a misztikus részét kedvelem, viszont hogyha az Ádám nézi, aki a heti szörnyekre kíváncsi, akkor lehet, hogy ő azt mondja, hogy neki ez már a skifibe is bele illik. Nem, én is elgondolkodtam, én veled értek egyet, Csabi, nem tartom skifinek, egy tipikus misztikus sorozatnak tartom. Tehát szerintem ez a kifejezésre, hogy misztikus sorozat, ez jól illik rá. Nem mindig misztikus, de ettől, de nem sorozat. Nevezném. Igen, de nem nevezném science fictionnek. Én sem. Egyáltalán. Akkor érdekes módon ebben teljes az egyetértés, jól van. Igen, valóban nem. Az itt-ott néha megcsillan némi science, de azért nem ez a jellemző, de ez a misztikus sorozat, ez tök jó. Akkor ez a kategória. És akkor mint ilyen lehet, hogy a Twin Peaks-et mondjuk emlegettétek már, azt is vajon ebbe a kategóriába sorolnátok? Misztikus sorozat? Hogy nehéz? Hát az a misztikus sorozat a négyzeten. Tehát ja. A Twin Peaks-et inkább egy agymenésnek, egy művészi koncepciónak nevezném.
inkább, mint az X-aktákat. Egyébként hasonló a liga, de szerintem az X-akták az ennek a skálának az egyik végén, a Twin Peaks meg a másik végén helyezkedik el. Tehát a Twin Peaks az a túltolt szimbólumrendszer és az agyfaszkeltésnek az 1000%-ra pörgetett mintapéldája. Az X-akták meg azért szereti a szkálin keresztül tartani a kapcsolatot a nézővel, tehát úgy azért nincs teljesen elszállva. Az X-aktáknál fontos az, hogy közönségfilm, vagy közönségsorozat legyen szerintem sokkal jobban. Tehát, hogy ott ez egy network tévén ment, tehát ez olyan, mintha mondjuk az RTL Klub elkezdene gyártani egy ilyen sorozatot, és minden hétköznap, vagy minden héten egyszer láthatnánk. Az X-akták ilyen körülmények között ment a Foxon, nagyon fontos volt a nézettség, közben a spórolás, hiszen Kanadába forgatták, tehát hogy egy ilyen kettősség jellemzi, ahogy az egész sorozatot, és ennek egy jól eltalált elegye ez, azt gondolom. Viszont azt is gondolom, hogy az X-akták sikere az nagy részt annak köszönhető, hogy jókor volt jó időben, mint itt most Magyarországon nálunk, hiszen pár évvel a premier után már mi is láthattuk, illetve gondolom, hogy sok más országban is, és Amerikában is a televíziózás egy olyan pontján született ez a sorozat, amikor még ez működött anélkül, hogy most Z kategóriaként, vagy akár B kategóriaként gondoljunk vissza rá. Igen, hát azért, hogyha az RTL csinálna egy ilyen sorozatot, akkor aztán lehet, hogy a főszereplőt nem nevezné el úgy, hogy RTL. De a Fox ezt megtette. Igen. Igen, de ez egyébként ez tök jó, mert mindig azon gondolkodtam gyerekként, hogy amikor a végén ki volt írva, hogy Fox Television, és Fox Muldernek hívták a főszereplőt, akkor az úgy direkt van, vagy hé, Róka! De most olvasom egyébként megkérdezték, hogy a Wikipédián persze erről is van szó, hogy vajon a Fox Mulder a TV csatornáról kapta a nevét, és végül azt írja ez a Carter nevű csávó, aki vagy a rendező Chris Carter, aki az egésznek a showrunnere, igen, azt írja, hogy nem, hanem egy gyerekkori barátjáról nevezte el. Hát, de gondolom azért jól jött, hogy pont úgy hívták a gyerekkori barátot, mint a pénzes zsákot. Hát, skacok, köszönöm szépen ezt az élménydús retro visszautazást az X-akták világába nektek, és kedves hallgatók, nektek is, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy jól szórakoztatok. 2 hét múlva jövünk új epizóddal, addig is további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ha az UFO észlelésekből csak egy igaz, akkor mindegy, hogy a többi igaz-e. Sziasztok! 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 Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész. emtv.hu Élmény és vélemény. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu